Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben így megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk Önöknek mai műsorunkban. A harmadik helyen végzett saját rendezésű tornáján a Fátum Nyíregyháza. Szombaton, szomszédvári rangadón a Debrecent fogadja a Spari. Vereséggel kezdte a bajnokságot a nyírbátori férfi kézilabda csapat. Hatodik alkalommal rendezik meg Nyíregyházán az Extreme Trail Weekendet. Ismét megtartották az egyetemi sport nemzetközi napját a Nyíregyházi Egyetemen. A harmadik helyen végzett saját rendezési tornáján a Fátum Nyíregyháza. Adrián Csirinszki együttese az elődöntőben 3-0-ás vereséget szenvedett a romániai Lugostól, majd a bronzmérkőzésen 3-2-re verte a szlovén Kácit Kamnik csapatát. A házigazda mellett a Békés Csaba és két külföldi csapat lépett pályára a 6. Fátum kupán. A nyíregyháziak szombat este a román CSM Lugos ellen mutatkoztak be szurkolóiknak. Hazai szempontból nem alakult jól a mérkőzés, 3 játékost is le kellett cserélni sérülés miatt, így a vendégek 3-szoros szettel 3-0-ra megnyerték a találkozót. A vasárnap délelőtti bronzmérkőzésen a szlovén Kálcit Kamnik ellen az 5. játszma döntött, mégpedig a nyíregyháziak javára, így a 3-2-es sikerrel bronzérmesként zárta a tornát Adrián Csirinszki együttese. Alapvetően kettős érzéseim vannak a torna kapcsán. Nagyon örülök annak, hogy a 3. helyet végül sikerült megszereznünk egy komoly játékerőt képviselő szlovén csapat ellen, akik bajnokok ligájában is szerepeltek, illetve szlovén bajnokságot nyertek. Viszont maradéktalanul nem lehetek elégedett, mert úgy érzem, ennek a csapatnak a döntőben lett volna a helye. De ugye az elődöntőben a román csapat ellen 3 meghatározó játékosomat is elvesztettem sérülés miatt. Úgy tűnik, hogy ezek nem hosszú távú sérülések, de fáj ez a csapatnak, és ebből a 3-ból 2 maródiak voltak a második mérkőzésen is. Ezért örülök neki, hogy nyertünk, viszont most nagy szerep hárul az egészségügyi csapatban, hogy rendbe rakjon mindenkit, és új út erővel tudjuk elkezdeni a következő hetet. Természetesen nem lehetek maradéktalanul elégedett, mint ahogy az előbb is említettem. Nagyjából egy olyan 60-65%-ot tudtuk majd nyújtani így a hiányzókkal együtt. Azért egy kicsit bosszús vagyok és szomorú, hogy nem tudtuk megmutatni a saját közösségünk előtt a csapat teljes erejét, de bízom benne, hogy ezt látták a nézők is, hogy ez egy nagyon jó potenciálra rendelkező csapat idén, tele tehetséges fiatal játékosokkal, jó külföldiekkel, de bízom benne, hogy felépülnek a sérültek, és ha nem is ezen a héten, de a következő héten már sokkal jobb teljesítményt tudunk nyújtani, annak ellenére, hogy szépen csillog a bronzérem is. Tulajdonképpen ez egy hosszabb felköszönési torna sorozatnak az első állomása volt, hiszen most visszahívott minket a román Lugos csapat, ahol egy nemzetközi tornán fogunk szerepelni jövő hétvégén, illetve a következő héten a Békés Csabai tornára is ellátogatunk, úgyhogy még 4-5 nagyon kemény mérkőzés vár ránk, majd a Békés Csaba elleni szezonnyitó, ahol az igazi arcukat is meg tudjuk majd mutatni. We are ready to play good volleyball. Mielőtt a tornáról beszélünk egy picit a nyárról, a válogatott élményekről. Milyen élményeket értél vissza az ősz elején? Fantasztikus élményekkel, ugye sikerült megverni a belga csapatot, valamint a dánokat is, úgyhogy ez egy nagyon nagy löketet adott a szezonra, és szerintem ez ki is fog tartani év végéig. Picit átalakult, vagy nem is picit átalakult csapatba érkeztél, milyenek az új játékosok, milyen közösség alakul? Én úgy gondolom, hogy nagyon fiatal csapatunk van, és ez a lendületesség, ami bennünk volt így a hétvége folyamán, az tényleg nagyon kell a csapatnak, és tényleg, ha még van is egy-két sérült játékosunk jelen pillanatban, azok gyorsan fognak regenerálódni, és remélem, hogy jó eredmény fogunk elérni a bajnokságban. Egy vereség és egy győzelem volt a torna mérlege, megmutattátok magatokat a hazai közönségnek. Hogy éreztétek magatokat a pályán? Nagyon jól éreztük magunkat, nyilván voltak hullámvölgyeink, azért még éveleje van, próbálunk összeszokni a csapattal, még én is csak 2 hete csatlakoztam a lányokhoz, szóval azt gondolom, hogy ez egy jó kezdés volt, jó torna volt, sok tanulság volt benne, hogy ezekből a hullámvölgyekből hogy kell kijönnünk, de ez egy folyamat, még csak az elején vagyunk, és remélem, hogy az év végére egy éremmel fog végződni. A Fátum kupát a CSM Lugos csapata nyerte, miután a döntőben 3-0-ra legyőzte a Békés Csaba együttesét. Ismét bajnoki mérkőzés játszik a Nyíregyháza Spartakusz. Tímár Krisztián együttese szombaton a Debrecent fogadja.
Az elején ugye kialakulóban volt a keret, itt az átigazolási időszak vége felé gyorsultak fel az események, és ugye lett jó pár változás a keretben. Mostanra mondható az, hogy végleges a keret. Nyilván nehézséget okozott az, hogy ugye többnyire idegenben játszottunk, és ugye, hogy a keret is változóban volt. Most van egy olyan időszak, amikor tudtunk egy kicsit együtt edzeni, és ugye a vasas mérkőzés is nagyon jó szolgálta ezt az időszakot. Több játékos is ugye bemutatkozott. Most a Kejtának ugye így most már van két mérkőzése, a Nika is bemutatkozott most már ugye a vasas ellen, de nyilván vannak még lemaradásaik, mert ugye később kezdték el az edzéseket. De összességében nagyon jó a hangulat, örülünk neki, hogy sikerült tovább jutni a Vasas ellen, és szeretnénk most már elkezdeni pontokat gyűjteni a bajnokságban is. Szerencsére az utolsó két bajnoki mérkőzésen már jobbik arcát mutatta a csapat, sajnos pontokban ez ott egy kicsit többet vártam, hogy szerintem a hazai Vidi meccsen akár a 3 pont is meg lehetett volna, idegenben is, akár a Fradi ellen, de ott egy X bőven benne lett volna, sajnálom, hogy nem sikerült, de tovább ugyanilyen keményen fogunk dolgozni, a játékosok nagyon motiváltak, és bízom benne, hogy az új igazolások is minél hamarabb beépülnek a csapatba. Most egy olyan mérkőzés következik, amelyen szintén 3 pontot lehet szerezni, viszont minden debreceni, mint a nyíregyházi szurkolók szerint is ez több egy szimpla mérkőzésnél. Milyen találkozóra számítasz? Nyilván ez egy érzelemdús találkozó lesz, rég volt erre a keleti rangadóra már példa, hogy a bajnokságban tudjanak találkozni az ősi riválisok. Bízom benne, hogy kellően felvértezve egy nagyon jó színvonalú mérkőzés lesz, és nagyon szeretném, hogyha itthon tudnánk tartani a 3 pontot. Bízom benne, hogy ugyanezt a mentalitást fogjuk tudni kivinni, mint ami eddig jellemzett minket, és ezt olyan minőségi tartalommal fogjuk tudni megtölteni, hogy a 3 pontot eredményezzen. Tudjuk, hogy ugye a szurkolók nagyon várják ezt a mérkőzést, és bízom, hogy az ő támogatásukkal tényleg meg is tudjuk nyerni ezt a mérkőzést. Az, hogy most már itt játszottok az új nyíregyházi stadionban, és a helyek közel hazaköltöztetek, mennyivel lett komfortosabb, nyugodtabb az életetek, mennyi számíthat ez mondjuk a meccseken is? Igazából eddig a stadionavató volt, amikor ugye ezt tapasztaltuk, de akkor óriási volt a hangulat, és tényleg nagyon-nagyon jó érzés volt tényleg a pályaszélére is lenni, nem hogy a játékosként ezt végigélni. Mondtam is, korábban is nyilatkoztam, hogy szeretnénk kiszolgálni a közönséget, és tényleg olyan mentalitással pályára lépni, hogy tényleg érezzék azt, hogy mindig a győzelemre játszunk, és mindent megteszünk azért, hogy tényleg sikeres legyen a nyíregyházi labdarúgás. Ezt továbbra is tartom. Bízom benne, hogy tényleg ez a plusz energia, amit a szurkolók adnak nekünk, ez még hozzátesz, és tényleg kiserődik. Mint tud lenni ez a nyíregyházi stadion. Volt egy válogatott szünet, amit a Vasas elleni kupa meccs zárt le. Mennyire jött jól 6 forduló után, 6 bajnoki forduló után egy kis pihenő? Mindig jól jön egy kis pihenő, hiszen ilyenkor a sérültek, kimaradók össze tudják magukat szedni, fel tudnak épülni, illetve a csapatjátékot tudjuk még kicsit csiszolni. Voltak hiányosságok az előző fordulókban, úgyhogy úgy gondolom, hogy összességben jól sikerült az a pihenő. Azt lehetett tudni, hogy az NB1 azért más kávéház, mint az NB2, mégis 6 bajnoki meccs után. Miben látod a legnagyobb különbséget a két osztály között? Gondolkodásban mindenképpen gyorsabbnak kell lenni. Itt azért technikásabb a foci, mint az NB2-ben, ott azért kicsit fizikálisabb a játék, de úgy gondolom, hogy fordulóról fordulóra egyre jobban veszük fel a harcot mindenkivel, egyre jobban áll össze a játék. Milyen volt a kupameccs, a Vasas elleni kupameccs belülről, ugye túlórázik el, sőt 11-esek döntöttek a javatokra, de tovább jutott a csapat, és végül is ez a lényeg. Kemény volt nagyon, hiszen ugye döntetlen zárult a rendes játékidő, hosszabbításra kényszerültünk, és büntetőkkel ugye megnyertük, nagyon jól rúgtuk a büntetőket, úgyhogy annak köszönhetően tovább mentünk. Első félidőben nem játszottunk jól, sőt sokkal jobb volt a Vasas, ezt ki kell mondani. Szerencsénk is volt, de ezért vagyunk jó csapat, mert ilyen mérkőzéseket is be tudunk húzni. Egy olyan bajnoki meccs következik, amelyet talán legjobban várnak a nyíregyháza és a debreceni szurkolók is. Ugye szombaton a Debrecen érkezik. Azt szokták mondani, hogy bárhogy áll a két csapat a tabellán, ez a meccs mindig 3 esélyes. Milyen mérkőzése számít az vélhetően teltház előtt? Nagyon tüzes lesz a mérkőzés, szerintem nagyon készülnek a szurkolók, mi is. Halljuk már így a hangokat hetek óta, hogy mennyire várják ezt a mérkőzést. Nekem is írtak már, felhívtak szurkolók, hogy biztosítsanak minket a támogatásukról, nagyon várjuk mi is. Teltház lesz, ezt tudjuk már napok, hetek óta, úgyhogy biztos, hogy egy nagyon pikáns mérkőzés lesz.
beszélgettünk már az Örökös Völgyi pályán, beszélgettünk már a Volán pályán, most itt az új stadionban állunk, ha körülnézünk azért ég és föld a kettő, nektek mennyivel komfortosabb úgy készülni, hogy tudjátok, hogy most már itt játszátok a hazai meccseteket? Sokkal komfortosabb, itt azért profi körülmények vannak, ezt könnyebb is megszokni, jobb érzés ide jönni nap mint nap edzeni. Vereséggel kezdte a bajnokságot a nyírbátori férfi kézilabda csapat. Réki Tamás együttese az NB2 D-csoportjának nyitófordulójában a Balmazújvárost fogadta, és a vendégek 27-25-re megnyerték a mérkőzést. A nyáron jelentősen átalakult nyírbátor kezdte jobban a mérkőzést, az első félidő kétharmadában végig a házigazda vezetett. 12-9 után azonban megváltozott a játék képe, a Balmazújváros kíméletlenül kihasználta a hazai hibákat, így a szünetre már 15-13-as vendégvezetésnél vonultak le a játékosok. Fordulás után nem sokkal, piros lappal kiállították Tamás Leventét, így még nehezebb helyzetbe került Tréki Tamás együttese. A Balmazújváros 4 gólosra növelte előnyét, de a bátoriak nem adták fel, és 23-23-nál utolérték ellenfelüket. Az utolsó 5 perc azonban a vendégeké volt, így a nyírbátor 2 gólos vereséggel kezdte a bajnokságot. Gondolom az elején könnyű gólokat szereztünk. Igazából ez egy tipikus első fordulós meccs volt, rengeteg technikai hibával mind a két oldalon. Ott talán a 3-4 gólos vezetésnél a saját butaságunk, én úgy gondolom, hogy amiatt mehettünk üres kapura, mi eldobtuk 25 méterre labdát, 4 helyet, 2 kiállítást kaptunk. Egy olyan szituációban egyébként, ahol tényleg növelhettük volna az erőnk, de ilyen nagyon sok volt. Ugye az újvárosiak ezt kihasználták, ugye arra készültünk, hogy a labdatechnikai dolgainkat rendbe tegyük, hogy ne tudjanak megkontrázni, ez egy gyors fiatal csapat, igazából a felállítani védekezésünk hagyott azért kívánni valót maguk után, de kapuban Robi úgy gondolom nagyon jól megtámogatott bennünket, de nem tudtuk kihasználni. Ez miatt ugye futottunk az eredmény után, utolértük, csináltunk 2-3 butaságot megint sajnos, és a végén mire a 60 percet lefújták, ők álltak előnybe. Úgy gondolom, hogy ez bárhogy alakulhatott volna. 4 új játékos érkezett, 3-an felkerültek az utánpótlásból. Mennyi idő kell, míg összeérik a csapat? Hát úgy gondolom, hogy jól dolgoztak a fiúk. Igazából azért a felkészülésünket hátráltatták betegségek. Hol az egyik játékos egy hetet, hol a másik. Nyilván idő ennek, ez egy folyamat, mire mindenki megérző, ki mellett tud játszani, milyen ritmusba. Én úgy gondolom, hogy az újak tudnak segíteni nekünk a céljaink elérésébe, de az látszik, hogy még kell idő. Úgy gondolom, hogy ebből is adódott ez a sok technikai hiba, nem érezték a párkapcsolatokat, nem jó ütembe indultunk rá a labda nélkül a keresztmozgásokra, és sajnos ez a mérkőzésbe került. Ebben a lebonyolításban minden csapat számára a felsőház a cél, alapcél gondolom így van Nyírbátorban is. Így van, alapcélnak ezt tűztük ki. Célul, igen, mi is felsőházba szeretnénk lenni, megbeszéltük a fiúkkal, hogy ez a bajnokság 8-1 forma erő csapat fogja játszani, tehát itt minden fordulóban élethalál van. Szerettünk volna jól kezdeni, hogy esetleg egy hullámhegyre üljünk fel, egy olyan vasútra, ami fent kezdődik, de én tehát biztos vagyok abban, hogy minden fordulóban lesznek meglepetések. Hát előre senki nem fogja megmondani azt, hogy itt ki a győztes, ki lesz a mérkőzés győztes, napi forma fogja eldönteni. 2 idegenbeli mérkőzés következik, mennyire lesz ez a 2 meccs nehéz egy hazai vereség után? Igazából nehezebb, így egy picit talán a lelki része, a felkészülés, hogy higgyünk magunkba azok után, hogy most ugye hazai pályán kikaptunk, ismerjük a Hajdúszoboszlót, ugye tavaly ő nyert az alapszakaszt ebbe a csoportba, átalakult ő is, ugye a Szike most feljutott jól igazolásokkal, nem titkolt célja abban, hogy első helyen végezzen, de szerintem, amit az előbb mondtam, ugyanúgy annyi esélyünk van, mintha itt játszanánk velünk. Ha mi jó kézilabdázunk, akkor ugyanúgy 50% esélyt látok a győzelemre. A szurkolók, főleg a Balmazújvárosiak minden bizonnyal élvezték a mérkőzést. Te hogyan élted meg a kispad előtt? Én is nagyon élveztem a mérkőzést. Szerintem mondhatom azt, hogy szerintem mindenki élvezte a mérkőzést, mert egy jó iramú mérkőzés volt. Igaz, nagyon sok hiba volt, látszik, hogy szezon elejé forma, de úgy gondolom, hogy erre készültünk az ilyen pillanatokért, és ezt csak élvezni lehet. 12-9-ig a hazaiak vezettek, ott megfordult a meccs, a végén volt egyenlő is, aztán a hajrá nektek sikerült jobban, mégis minek köszönhetitek, hogy elviszitek a 2 pontot? Mi Hanszoknak köszönhetjük, úgy gondolom. Legfőképp annak, hogy az elején is nagyon jól védekeztünk, de akkor még ültek a nyírbátor játékai, és nem tudtunk ellene mit kezdeni.
de folytattuk, nem adtuk fel, annak ellenére, hogy tényleg szinte az első 3-4 támadás folyamatosan gólt kaptunk, jól mentünk, csináltuk tovább, és ahogy ők fáradtak, mi tudtuk tartani azt a jó védekezést, és azzal sikerült megfordítani a mérkőzést. Milyen céllal vágott neki ennek a bajnokságnak a Balmazújváros? Konkrétan lépésről lépésre tervezünk. Tavaly évben a bennmaradás volt a cél, egy ponttal lemaradtunk a felsőházról. Most az a cél, hogy elérjük azt a bizonyos felsőházat, hogy újra tudjunk előrelépni. Egy bajnokságban minden sportágban fontos a jó kezdés, meg is volt az esély a győzelemre. Mi múlott, hogy mégsem örülhetetek a meccs végén? Úgy gondolnám, hogy saját magunknak köszönhetjük ezt a mai vereséget, mert a Balmazújvárosi srácok nagyon-nagyon megbüntettek minket a hibáink, még ott rengeteg kihagyott zicserünk volt, és szerintem ennek köszönhető a vereség. Küzdeni akarásból szerintem megint jelesre vizsgáztunk, de sajnos ezért nem adnak pontot. Nagyon sokat hibáztunk zicsereket, technikai hibákat, és szerintem ez ami okozta sajnos a mai este a vereségünket. Az elmúlt években az állandóság jellemezte a Nyírbátort, most nyáron 50 távoztak, Zömében a kezdőcsapatból érkezett 4 új ember, az IFI-ből is jöttek, csapatkapitányként, hogy látod, mennyire alakul a kohézió? Nagyon nagy változás történt az idei holt szezonban. Úgy gondolom, hogy akik érkeztek, nagyon jó srácok, nagyon képzett és technikás játékosok, de még a csapatkohézió még kialakulóban van, de úgy gondolom, hogy ez az alapszakasz végére már látszani fog a teljesítményünkön, mert Tamás személyében egy nagyon jó edzőnk van egyébként. Nagyon jó munkát végzünk, szerintem az edzések nagyon jók, és lépésről lépésre haladunk előre, és remélhetőleg ezt meg fogjuk hálálni Tamásnak is, a vezetőségnek is, és nekünk is a győzelem számít, mert azért csináljuk ezt a sportot, a győzelem miatt. Két idegenbeli meccs jön a tavalyi alapszakasz győztes ellen, plusz a Szikenyíregyháza ellen, ahol ott lesznek a 4-en azok közül, akik tavaly még, pontosabban tavasszal még veletek együtt játszottak. Mire számítasz ezen a két meccsen? Igazából minden mérkőzésre úgy fogunk a pályára fellépni, hogy győzelemmel szeretnénk elhagyni. Arra számítok, hogy nagyon kiegyensúlyozott bajnokság lesz, és bárki bárhol nyerhet. Ez mind tényleg akarati tényező, és az akaraton felül még az a kevesebb technikai hiba, kevesebb zicserrontás, ami nálunk ma ugye végzetes volt. Szerintem mind a két idegenbeli mérkőzésen megvan a nagyon az esélyünk arra, hogy győzelemmel hagyjuk el a pályát, csak ezért dolgozni kell, dolgozni. A forduló további eredményei a következők: Deac 2 Hajdúböszörmény 45-40, Hajdú Nánás Hajdúszoboszló 28-29 és Kisvárda Szikenyíregyháza 23-28. A második fordulóban a Nyírbátor Hajdúszoboszlóra, a Kisvárda pedig Hajdúböszörménybe utazik. A Szikenyíregyháza a Hajdú Nánást fogadja. Akadályokkal nehezített terepfutás, kutyásfutás, gyermekprogramok. Többek között ezek várnak azokra, akik a hétvégén részt vesznek Nyíregyházán a 6. Extreme Trail Weekend elnevezésű rendezvényen. Azt gondolná az ember, a külső szemlélő, hogy ha már 6. alkalommal szervezünk versenyt, akkor rutinból megy minden, és már igazából félváról veszi az ember, de nem, megújulunk minden egyes alkalommal, és új akadályokkal készülünk, új formációval állunk fel, hogy minél különlegesebb legyen a vendégeinknek. Az elmúlt 5 év alapján milyen létszámú versenyzőgárdára számítotok? A versenyzői létszám a Covid idejéig emelkedő tendenciát mutatott, utána volt egy kis torpanás, de most hál' Istennek megint emelkedő, úgyhogy ilyen 800-900 fővel számolunk az hétvégén. Két napról van szó, hogyan épül fel a szombati nap programja? Szombaton a terepakadályfutással kezdünk, először a felnőttek futamai 5 és 10 kilométeren, utána egy fél órás szünetet követően beindulnak a gyerekek, akik 4 korosztályban fognak versenyezni, számukra is külön akadályokkal készülünk. Számukat tekintve hány akadályra számíthatnak a részvevők és milyen nehézségűekre? A rövidebb távon egy 20 akadállyal készülünk, a hosszabb távon egy 25-28 akadállyal. Minden megtalálható majd a palettán, függeszkedős, cipelős, egyensúlyozós, kúszós, mászós. Tehát ügyességi, erőnléti feladatokkal lehet majd találkozni. A vasárnapi nap a futásé, lesz kutyás futás is. Ott mire számíthatnak a részvevők?
a kutyás futás, az 5 kilométeres lesz, ők fognak indulni először. Nagyon különleges, nagyon népszerű, tavaly évben bevezettük, és nagyon örültek neki azok a versenyzők, akiknek vannak négylábú barátaik, és együtt tudnak futni. Azután a 5-10 kilométeren futhatnak a versenyzők a Sóstói erdőben, és utána visszatérve a fürdőbe egy kört tesznek a versenyzők. Extrém sportról van szó. Javasolt az indulás olyanoknak, akik mondjuk az elmúlt években nem nagyon mozogtak, vagy pedig nem állt valamennyi előképzettség? Mindenképpen javasolt, mivel itt vagyunk a nyírségben, a szintemelkedés szinte nulla a terepen, úgyhogy egy könnyű, gyors futás lehet csinálni. Aki nem annyira felkészült, az is meg tudja a szintidőn belül teljesíteni a versenyt. Gondoskodhatok-e valamilyen kísérő programról vagy programokról? Hogy nem mindig kísérünk, mindig készülünk ilyennel. Hát a legnagyobb attrakció az, hogy újra megnyitják számunkra a fürdő területét, a termálmedencéket megtöltik ismét vízzel, tehát ott lehet pihenni a verseny után. Aztán különböző családi programokat, Luki a betyárcsörtével eljön hozzánk, aztán a Decathlonnak a kalendzsi pályájával készülünk, ahol lehet szabadon focizni. Honvédséggel nagyon jó a kapcsolatunk, ki fognak hozni lézerfegyvereket, fegyverbemutatót tartanak. Ilyen testhez álló feladatok, illetve programokkal készülünk. Éves szinten nagyon sok sportesemény van Nyíregyházán, és nagyon sok mellé odáll az önkormányzat is. Miért tartották fontosnak, hogy emellé az Extreme Trail verseny mellé odálljanak? Ugye itt már van egy 5 éves tapasztalat, ez lesz a 6. verseny, amit most megrendeznek. Mindig nagyon sokan vannak, ugye még az eleje ennek a régi stadionban is annak a környékén került megrendezésre, és nagyon sokat bővült, mindig új dolgokat találnak ki a szervezők, amely szerintem külön jó ebben a versenytávban, nem csak nyilván az akadályoknak a leküzdése és a futásnak a nehézsége az, amit az embernek itt, amit át kell mennie, hanem az, hogy közösségélményt teremtenek, azt gondolom azzal, hogy a strandfürdőnek a melegvizes medencéje egy verseny után ebben a kora őszi időben rendelkezésre áll, ezáltal az emberek át tudják gondolni azt, hogy esetlegesen hogyan versenyeztek, hogyan szerepeltek, tudnak jót beszélgetni, és minden, ami pozitív a nyíregyházi, hogy a versenyző közösségre nézve, amellett nyilván, hogy a sport az egészséggel nyilvánvalóan összefügg, az fontos az önkormányzat számára. A szervezők raktak egy kis nyomást a polgármester úr, hiszen megkapta tőlük az egyes rajtszámot. Ott lesz a rajtnál? Nem leszek ott, nem mondtam nekik, hogy 20-án elutazom Nagybányára, ott Gesztenye Fesztivál lesz, és 22-én este fogok hazajönni. Elteszem magamnak emlékbe, mindenféleképpen nagyon kedves gesztus volt. Lehet, hogy szerencsém is van, hogy éppen delegációba kell hivatalosan mennem. Ismét megtartották az egyetemi sport nemzetközi napját a Nyíregyházi Egyetemen. Az egésznapos program az úszástól az aerobikon át a kerékpározásig számos sportágban kínált mozgási lehetőséget a hallgatók számára. Nagyon színes programmal készült a Testnevelési Sporttudományi Intézet. Reggel testébresztő aerobikkal kezdtünk, aztán lehetőségük volt a hallgatóknak egy bicikli túrára. Ezt követően tűzharc bajnokságra került sor, flashmobban vehettek részt, és folyamatos úszás oktatáson és úszás technikai tanácsadáson vehettek részt a hallgatók. Mennyire épült már be ez a nap az egyetem éves programjába? Én azt gondolom, ez most már hagyomány, hiszen 2018-ban csatlakozott az Egyetemi Sport Nemzetközi Napjához a Nyíregyházi Egyetem, 2015-ben az UNESCO novemberi közgyűlésén szeptember 20-a lett az Egyetemi Sport Nemzetközi Napja, és 18-ban csatlakozott az egyetem. Mi azóta megrendezzük minden évben ezt a sportprogram sorozatot. Milyen testnevelésre kapcsolatos képzéseket kínál az egyetem a végzős gimnazisták számára? Hagyomány a testnevelő tanárszakunk, ezen túlmenően pedig a sportszervezés alapképzési szak, az edző alapképzési szak többféle specializációval, és a rövid ciklusú mesterképzés szakjainkat kínáljuk a érdeklődőknek. A sport mindig is népszerű volt Magyarországon, valamikor a testnevéléssel kapcsolatos képzési diplomák is népszerűek voltak, most mi a helyzet?
most is azt mondhatjuk, hogy népszerű. Elsősorban az edző alapképzési szak a különféle specializációkkal és a sportszervezés alapképzési szakunk. A tanári szakjainkon leginkább a rövid ciklusú mesterképzési szakjaink, amik népszerűek, és igyekszünk, illetve reméljük, hogy minél népszerűbb lesz majd a közeljövőben a testnevelő tanári szakunk is ismét. A most induló tanévben van valamilyen új képzés, vagy van a tervben valamilyen új elindítása? Sporttudományi képzési területen nincs újdonság. Tervünk van, évek óta tervezünk, hogy a gyógytestnevelés szakpárt elindítjuk a Nyíregyházi Egyetemen. A számos sporták között az úszás is ott volt, amit kipróbálhattak a hallgatók a Egyetemi Sport Nemzetközi Napján a Nyíregyházi Egyetemen. Milyen volt az érdeklődés? Hál' Istennek, nagy népszerűségnek örvend az úszás nem csak a mai napon, hanem délutánonként és estéként is nagyon sok hallgató jön le úszni. Most egy óra óta folyamatosan váltják egymást, és ahogy látjuk, legalább 15 hallgatónk van egyszerre a vízbe. Ugye 3 óráig lehet jönni, aki megcsinálta a saját penzumát, az elmegy, jönnek a következő attrakcióról a többiek. Minek köszönhető az úszás népszerűsége? Egyrészt egy kis testmozgás, vagy pedig azért alakformáló hatása is van? Alapvetően az úszás népszerűsége az egész világon töretlenül fejlődik. Az egyik legegészségesebb sportág, mint tudjuk, és ezt akár a nemzetközi itt tanuló hallgatók is nagyon jól tudják. Ez az egyik oka. A másik, hogy nagyon jó rekreációs tevékenység. Nyilvánvaló minden izomcsoportot megmozgat, tehát ezért akár az alakformálásnak is egy fontos sportága lehet az úszás, és mindegyikkel élnek együtt a hallgatóink. Milyen alapképzettséggel érkeznek a hallgatók a Nyíregyházi Egyetemre? Mint a mai napon is lehetett látni, nagyon változó. Van, aki csak az úszás alapjait tudta. Nagyon sok hallgatónak kellett segíteni és javítani a technikáját a különböző úszásnemekbe. Van olyan, aki például úszott előtte, mielőtt ide az egyetemre jött. Pont most is van olyan a vízben, nem egy-kettő hallgató, hanem több is. Úgyhogy nem lehet azt mondani, hogy senki nem tud úszni, vagy mindenki csak nagyon jól tud úszni. Teljesen változó a technikai felkészültségük. Évtizedek óta foglalkozol úszással, úszókkal. Mit tanácsolsz a szülőknek, melyik az az ideális életkor, amikor érdemes elkezdeni úszni, tanítani a gyerekeket? Az úszás, hála jó Istennek, az a sportág, amit nagyon fiatalon el lehet kezdeni, tehát akár 5-6-7 éves korban is az alapokat el lehet kezdeni elsajátítani, és nagyon gyorsan, könnyen tanítható és tanulható sportág is. Ezt ugye az úszó nemzet is, ami most hál' Istennek már nagy népszerűségnek örvend Magyarországon, ami elindult pár évvel ezelőtt, bizonyítja, hisz nagycsoportos óvodás első és másodikos korban fedi le az úszásoktatást ez a program, de akinek nem sikerül ebbe a programra bekapcsolódni, az ebbe az életkorban már bármelyik sportcentrum és bármelyik úszás egyesületbe viheti a gyerekét nyugodtan, el lehet kezdeni az úszás alapjainak az elsajátítását. Ennyi fért a mai Sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva a viszontlátásra.